Sziasztok, Tamara vagyok, ez pedig a Faltól Falig könyves log csatornája. A mai videó egy könyvajánló lesz. Vannak olyan regények, amelyeknek nem csak a témája különleges, hanem a formája is, és szerintem egyértelműen ilyenek a napló és levélregények. Úgyhogy ebben a videóban olyan könyveket szeretnék nektek most ajánlani, amik ebben a formában íródtak, és én már olvastam őket, itt vannak a polcomon, és jó szívvel ajánlom őket nektek. A videó végén viszont két olyan könyvet is fogok mutatni, amik szintén itt vannak a polcomon, viszont még nem olvastam őket, de nagyon-nagyon érdekel a témájuk, úgyhogy vágjunk is bele. Kezdjük először a levélregényekkel, és az első, amit mutatni fogok, egy igazi őszi olvasmány. Én tavaly októberben az első könyvkemping ideje alatt olvastam újra, és ez nem más, mint Szeghalmi Lőrinctől a Levelek az Árnyékvilágból című regény. Szeghalmi Lőrinc egy 19. századi orvos volt, aki Ungvár megyében élt és dolgozott, és 1839. szeptemberében egy nagyon-nagyon különleges esethez hívták ki. Egy varga felesége eleven békákat kezdett el szülni, és ehhez az esethez érkezett ki Szeghalmi Lőrinc. Az asszony férje és a falubeliek egyébként ezt egy boszorkány rontásának vélték. Szeghalmi Lőrinc viszont próbált valami racionális magyarázatot találni erre az esetre, de nem nagyon sikerült neki, és érdekes módon, amikor a boszorkányt megölte az asszony férje, akkor ezek a rejtélyes békaszülések is abba maradtak. Ezután az eset után még hátborzongatóbb történések vették kezdetüket, és Szeghalmi Lőrinc teljesen belevonódott az ügybe, és próbálta kinyomozni, vagy megérteni, hogy mi is történik itt, és tulajdonképpen a regény az ő leveleit tartalmazza, amit 1839 és 1840 között írt a barátjának, és beszámolt ezekről a különös eseményekről. Én nagyon szerettem ezt a történetet, szerintem remekül meg van írva. Azt szerintem nem akkor a spoiler, ha elárulom, hogy Szeghalmi Lőrinc egy írói álnév, és a név mögött Alt Krisztián áll, aki próbálta beleképzelni magát egy 19. századi orvos fejébe, és nagyon jó érzékkel mesélt erről a különös babonás világról. A másik, ami nagyon tetszett benne, hogy a magyar népi hiedelemvilág szinte teljes arzenáját felvonultatja ez a regény, és a lidércektől, boszorkányoktól kezdve a vérfarkasokon át nagyon-nagyon sokféle hiedelem lény feltűnik benne, de nem epizódszerűen, hanem nagyon szervesen illeszkednek a történetbe, úgyhogy nagyon tudom nektek ajánlani az októberi borzongós időszakra. A következő levélregény egy 2003-as könyv, amelyet egy amerikai író és újságíró írt, és rendkívül kényelmetlen kérdéseket tól az olvasó elé, méghozzá azt, hogy mitől válik egy kamasz gyerek tömeggyilkossá, és ez a könyv nem más, mint Lionel Shriver-től a Beszélnünk kell Kevinről című könyv. A címben szereplő Kevin egy amerikai kamasz fiú, aki egy jómódú középosztálybeli családba születik és nő fel, viszont a 16. születésnapja előtt pár nappal végez több osztálytársával és az angol tanárával a középiskolája tornatermében. A regényben Kevin anyjának, Évának a leveleit olvassuk, amit a férjéhez írt két évvel azután, hogy ez a tömegmészárlás megtörtént, és Éva próbálja elmondani, összerakni, értelmezni, hogy mi is történt valójában és mi vezetett idáig, és az egész regény központi kérdése tulajdonképpen az, hogy hogyan válik egy gyerekből tömeggyilkos. Ez a szülők hibája és a neveltetésé, vagy létezik az, hogy egy gyerek eleve gonosznak születik? A levelek nagyjából kronológiai sorrendben mesélik el, hogy hogyan ismerkedett meg Éva a férjével, hogyan váltak családdá, milyen volt otthon lenni Kevinnel, milyen volt Kevin kisgyerekként. És ezekben a levelekben egy csomó olyan gyerekkori eset is előjön, amelyre az anya és az apa teljesen máshogy emlékezik, és teljesen máshogy értelmezte ezeket a tetteket, és teljesen mást is gondoltak a gyerekükről. Nagyon felkavaró és kényelmetlen egy olyan anya fejében lenni végig a regény folyamán, aki egyáltalán nem akarta megszülni a gyerekét, és már a születése pillanatától kezdve idegennek, sőt gonosznak érezte a fiát, és egyáltalán nem tudott szeretettel fordulni felé. Viszont egy nagyon jól megírt történet, de rengeteg olyan témát hoz fel, amelynek a megkérdőjelezése egyértelműen tabudöntögetésnek számít, kezdve akár a liberális nevelési elvek hatékonyságától, egészen az anyai szeretet mítoszáig. És ezekre a kérdésekre egyáltalán nincs kész válasza, úgyhogy egy nagyon felkavaró, de nagyon-nagyon jó könyv.
A következő könyv olyan leveleket tartalmaz, amelyek teljesen más oldaláról mutatnak be egy nagyon ismert és elismert magyar írónőt, Szabó Magdát, és ez a könyv nem más, mint az Örömhozó bánatrontó című könyv. Ebben a kötetben Szabó Magdának olyan levelei szerepelnek, amelyet saját macskája Évuka nevében írt a szomszéd házaspárnak, akik nagyon sokszor vigyáztak a cicára, illetve nagyon jó barátságot is ápoltak a gazdáik. A levelek állandó címzettjei a néni és a bácsi, azaz a Sott házaspár, aki Szabó Magdáik szomszédja volt a Júliai utcai házban, és ezeket a leveleket Szabó Magda egyáltalán nem kiadásra szánta, hanem a szomszédaik és barátaik szórakoztatására írta a macskája Évuka nevében, és ezek a levelek az egykori szomszédok tulajdonában voltak, és csak Szabó Magda halála után kerültek kiadásra. Nagyon kedves, szívmelengető és humoros történetek vannak ezekben a levelekben, amelyekből árad Szabó Magda állatszeretete és állattisztelete, és egy teljesen más oldalról mutatja meg az írónőt, úgyhogy ha szeretitek Szabó Magda regényeit, akkor mindenképpen olvassatok bele a macska leveleibe is. Térjünk át a napló regényekre, és ebből is mutatok párat, amik itt vannak a polcaimon, illetve olvastam már őket, és az első egy nagyon különleges fantasy, Susanna Clarke-tól a Piranézi. Ez egy olyan napló regény, amelyben már a datálás is rendkívül különleges, és nagyon jól visszaadja az egész könyv hangulatát, amelynek főhőse a címszereplő Piranézi, aki a házban él, ami egy nagyon-nagyon különleges és nagyon-nagyon furcsa hely. Ez a ház egyáltalán nem hasonlít semmilyen általunk ismert házhoz, hiszen háromszintes, amelynek az alját a tenger mossa, a tetejét pedig a madarak és az égvilága foglalja el. És a középső szintjén él Piranézi, olyan labirintusszerű végtelen csarnokokba, amelyek nagyrészt teljesen üresek, csak ilyen antik görög-római szobrok díszítik, és Piranézi azzal tölti a mindennapjait, hogy próbálja ezeket a csarnokokat felfedezni és feltérképezni. A házban időnként megjelenik egy másik nevű figura is, aki valami ősi tudást kutat, és nagyon is támaszkodik Piranézi megfigyeléseire a csarnokokat illetően, és a bonyodalom akkor kezd beindulni, amikor kezd Piranézi rájönni, hogy nem biztos, hogy egyedül vannak másikkal ebben a házban. Ez egy nagyon különleges atmoszférájú fantasy, és nekem kifejezetten tetszett a naplószerűsége, hiszen olvasóként Piranézivel együtt próbáljuk felfejteni a régebbi napló bejegyzésekből is egyébként, hogy mi is ez a ház, hogy kerültünk ide, és mi történik itt. És rengeteg apró információ morzsa van elrejtve a napló bejegyzésekben, amelyek nagyon sokszor félrevisznek, és én például egy teljesen más befejezésre gondoltam, minden esetre nagyon tetszett, és nagyon ajánlom ezt a könyvet is. A következő napló regény a 20. század elején egy magyarok és szlovákok által lakott településen játszódik, és ez nem más, mint Závada Páltól a Jadviga párnája című regény. A regény tulajdonképpen Osztatni András naplója, aki egészen pontosan a nősülése előtti napon, 1915. februárjában fog bele a naplóírásba, mielőtt feleségül venné Palkovics Mária Jadvigát. A bejegyzésekből egyértelműen látszik, hogy András nagyon szerelmes, és alig várja már, hogy feleségül vehesse Jadvigát, aki gyönyörű, nála egy picit idősebb, viszont egy nagyon öntörvényű asszony, és a bejegyzésekből kiderül az is, hogy egy meglehetősen boldogtalan házasság elé néznek. Nagyon sok téma felmerül ebben a naplóban, de leginkább tényleg a boldogtalanságról szól, és nagyon különlegesen van megírva, mert egyrészt Ondrizs bejegyzéseiben néha a férfi legintimebb gondolatait és vágyait látjuk, néha pedig teljesen hétköznapi gazdasági bejegyzések kerülnek a lapokra, és ami még különlegesebbé teszi, az az, hogy Ondrizs halála után a felesége Jadviga beleír a naplóba, és átírja, értelmezi az ott olvasott sorokat. Aztán később az is kiderül, hogy még valaki beleírogatott ebbe a naplóba, méghozzá a másodszülött fiúk is, úgyhogy tulajdonképpen András naplóján keresztül a felesége és a fia gondolatait is halljuk, és egy nagyon-nagyon intim bepillantást kapunk az egész család életébe. Úgyhogy erre a könyvre abszolút igaz, hogy nem csak a témája, de a formája is rendkívül különleges. És ha már napló regény, akkor nem lehet kihagyni a következő könyvet sem, ami már szinte klasszikusnak számít, hiszen nincs ember, aki ne hallott volna róla, és ez nem más, mint Helen Fieldingtől a Bridget Jones naplója. Ez a könyv 1997-ben jelent meg először, és azonnal világsiker lett, ami köszönhető annak, hogy ez volt az első könyvek egyike, amely a szingliséget, mint életformát tematizálta,
a 30-as Bridget Jones személyében. A naplóban Bridget Jones egy évét követhetjük nyomon, és Bridget nagyon nagy öniróniával mesél a szerelmi kapcsolatairól, a munkahelyéről, barátairól, családjáról. Szerintem nincs is nagyon ember, aki ne ismerné a történetet vagy a könyv, vagy a film által, és éppen ezért kiadhatatlan erről a listáról. Én a könyvet is, és a könyvből készült filmet is nagyon szerettem Renée Zellweger főszereplésével. A következő regény egy picit kilóg a sorból, hiszen nem naplóregény, hanem inkább egy jegyzőkönyv, és ez nem más, mint Miriam Tavesnek a Nők beszélgetnek című könyve. Miriam Taves egy 1961-es születésű kanadai írónő, aki egy mennonita vallási közösségben nőtt föl, és a regényeiben nagyon sokszor foglalkozik a mennonita közösségek női sorsaival, illetve az elhallgatott történetekkel, és egy ilyen történetet mesél el a Nők beszélgetnek című regénye is. A könyv egy valós esetből építkező fikció, és a valós esetet egy bolíviai mennonita közösségben elkövetett bűntényssorozat adja, ahol a 2000-es évek elején lányok és asszonyok százaival történt meg az, hogy reggel, mikor felébredtek, fájt minden testrészük, és véres volt a lepedő alattuk. A nők és a közösség tagjai is először azt hitték, hogy ezek a bántalmazások valamilyen démontól származnak, és Isten vagy a sátán így bünteti a nőket az elkövetett bűneikért. Aztán kiderült, hogy valójában az történt, hogy a közösség férfi tagjai elkábították és megerőszakolták álmukban ezeket a nőket. A férfiakat letartóztatták és börtönbe zárták, de az esethez hozzátartozik, hogy 2 évvel a tárgyalás után a közösségben ez az erőszak hullám újra kezdődött. Miriam Taves ezt a bolíviai esetet vette alapul, de maga a regény egyáltalán nem a bűntény elkövetésére és mikéntjére fókuszál, hanem sokkal inkább egy morális és hitbéli dilemma, amit azok a nők vitatnak meg, akik áldozatául estek ezeknek a bűntényeknek. A regényben 8 nő beszélget, akik 2 családból származnak és 3 generációt ölelnek fel, és tulajdonképpen a beszélgetésük középpontjában az a vita áll, hogy mit csináljanak ezután az eset után, hogyan tudnak létezni ebben a közösségben. Azt nagyon jól tudják, hogy 3 választásuk van, vagy semmit sem tesznek, és minden marad úgy, ahogy volt, vagy maradnak a közösségben, de megpróbálnak harcolni az érdekeikért, vagy pedig elmennek a közösségből. Leginkább az utolsó 2 opció az, amit részletesen megvitatnak, és megnézik, hogy mik az előnyei és a hátrányai ennek a 2 választásnak, és mennyire egyeztethető ez össze a hitükkel. A regény formája jegyzőkönyv, és mivel a mennonita nők írástudatlanok, mivel sem írni, sem olvasni nem tanulhatnak meg, ezért ezt a jegyzőkönyvet egy August Epp nevű férfi veszi fel, akit a nők kértek meg erre, és ez az August Epp egy meglehetősen lenézett tagja a közösségnek, 2 okból is. Egyrészt, mert a szüleit is már kitagadták, és gyerekkorában kikerült ebből a mennonita közösségből, elvégezte az egyetemet, és tanítóként kezdett el dolgozni, majd visszatért a közösségbe, viszont mint tanító sokkal alantasabb munkát végez a férfiak szemében, mint azok a férfiak, akik például földműveléssel foglalkoznak. Szóval ez az ember, aki ezeket a jegyzőkönyveket készíti, a férfiak hierarchiájában a legalacsonyabb szinten áll, és ezért is bíznak meg benne a nők. Ez is egy nagyon nehéz témát feldolgozó, de nagyon jó könyv, amely remek bepillantást enged a nagyon-nagyon zárt vallási közösségek női sorsaiba. És végezetül jöjjön 2 levélregény, amelyeket még nem olvastam, de itt várnak a polcon, hogy elolvassam őket, és ezek közül az egyik egy viszonylag frissebb beszerzésem, méghozzá Alice Walkertől a Bíbor szín című regény. Alice Walker egy afroamerikai származású írónő, aki elsőként nyert fekete női szerzőként Pulitzer díjat ezzel a regényével, amely 1982-ben jelent meg először, és egy rendkívül nehéz női sorsot mutat meg. Ez a történet a 20. század első felében játszódik Amerika egyik déli államában, és a főhőse egy fekete kislány, aki 14 évesen kezdi el írni a leveleit a Jóistenhez, és tulajdonképpen a regényező felnövésének és öntudatra ébredésének a története. A történetről többet nem nagyon tudok, de ennyi pont elég volt ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődésemet, és el akarjam olvasni. Ráadásul egyébként ez egy augusztus havi közös könyv volt a BookTube könyvklubban, amit abban a hónapban nem tudtam együtt olvasni a többiekkel, viszont mindenképpen szeretném ezt pótolni, mert egy nagyon-nagyon jó könyvnek hangzik.
És egy másik levélregény, amit még nem olvastam, de remélem, hogy minél hamarabb sort tudok rá keríteni, az egy finn szerzőnek a műve, és ez Katja Kettutól a Róz elment című regény. A történet főhőse Lempi, aki egy félig Ojibwe indián, félig finn származású lány, és az édesanyja Róz 1973-ban eltűnt. A történet és Róz eltűnése levelekből bomlik ki, és két idősíkon játszódik, egyrészt 1973-ban az eltűnés évében, és 2018-ban, amikor Lempi visszatér a rezervátumba, és próbálja felfejteni, hogy mi történt az édesanyjával. Ez a téma azért érdekel nagyon, mert tavasszal már olvastam egy hasonló történetet, Louise Erdrich Körkunyhó című regényét, amely szintén az indián rezervátumokban az indián nők ellen elkövetett erőszakos bűncselekményekről és azok felderítetlenségéről szól, és ez is egy hasonló történet. A bűnügyi téma mellett engem még nagyon érdekel ebben a regényben a finn szál is, és az előszóból már kiderült annyi, hogy a 19.-20. század fordulóján az Amerikába kivándorult finnek egy része rezervátumokban telepedett le, és nagyon sokan választottak maguknak őslakos indián házastársat. Szóval mindenképpen izgalmasnak hangzik ez a könyv is. Ezek voltak azok a levél és naplóregények, amiket olvastam, vagy szeretnék elolvasni. Írjátok meg kommentben, hogy nektek mi a kedvencetek ebből a műfajból. Köszönöm, hogy velem voltatok ma is, és megnéztetek ezt a videót, és találkozunk legközelebb egy következőben. Sziasztok!